Mai témánk az igekötő. Az igekötő módosítja az ige jelentését. Tehát a következő igekötők kapcsolódhatnak hozzá. Be. Ki. Le. Fel. Meg. El. Át. Rá. Keresztül. Ide. Oda. Szét. Össze. És vissza. Jó, tehát ezek az igekötők, és itt van három szabály rá, hogy hogyan kapcsolódnak hozzá az igékhez. Az első következik. Ha az ige előtt áll, egybe érjük. Ugye az egybe jele az ez. Tehát legyen az igénk az, hogy mos. Ha az igekötő kapcsolódik hozzá, hogy meg, akkor mivel az igekötő az ige elején van, egybe fogjuk írni, tehát megmos. Az elválasztására figyelni kell. Tehát elválasztásánál az igekötő és az ige határán választjuk el. Tehát az tehát az igekötő és
Az. Ige. Határán. Azaz. Meg. Mos. Jön a következő szabály. Második. Ha az ige után áll az igekötő. Tehát ha az ige után áll, akkor a szabály az lesz rá, hogy külön írjuk. Ez a különírásnak a jele. Tehát az ige most legyen az, hogy aludj. És az ige kötöm hozzá az, hogy el, külön fogom írni, tehát aludj, el. Így fog kinézni. Tehát az ige kötő az ige után áll. Jön a harmadik. Ha az ige kötő és az ige között egy másik szó is áll. Tehát, ha az ige kötő és az ige között egy másik szó áll. Például ilyen a fog, tud, akar, kell, is. Ne, vagy a se, szócska, ezeket külön írjuk mindet, tehát külön írjuk mindet. Azaz. Az ige most nekünk azt, hogy hoztam. Az ige kötő el, illetve a másik szó, a sem. És így a következő lesz, el sem hoztam. Remélem tetszett és érthető voltam. Sziasztok!